Na, sziasztok! Az elkövetkezendő 10 napban nálunk lesz Ari apukája, úgyhogy nem nagyon fogok így konkrétan beszélve vlogolni, de van tervben egy-két dolog, hogy csináljuk majd, megyünk egy-két helyre, ahol viszont mindenképp szeretnénk majd nektek ilyen kis vágóképeket csinálni. Úgyhogy ez a mostani vlog, ez ilyesmi lesz. Biztos, hogy majd a partra, meg ilyen-olyan helyekre, várokba, nem tudom, de hogy ez az egész most így ezt a 10 napot fogja magába ölelni, de valószínűleg ettől függetlenül nem lesz hosszú, és nem lesz benne túl sok minden, mert tényleg most hát egy kis pár családos program, meg ilyesmi van. De remélem, hogy ezért így is tetszeni fog, na, az a lényeg. Mára még nincs semmi terv, most elmentek a fiúk bevásárolni, de meg fogjuk látni, hogy lesz valami, ha lesz, vlogolok, ha nem, akkor a legközelebbi adandó alkalommal fogok. Sziasztok! A mai nap San Diego-ba megyünk egy ilyen kis day tripre. Ari apukájának a barátnője San Diego-ban lakik eredetileg, szóval oda tartunk most. Bike egy ilyen fehér csoki személy, kosztod meg, jó lesz. Mivel itt Teri nagyon izgi?
Marad! Jé, megvan? Meg! Teljes őrület ez a pörgés. Festésű, különleges fényezésű. Ez nálam eddig a nyerő. Remélem oldalról is meg fogom tudni nektek majd mutatni. Igen, szépen fog változni ezt. Igen. Régen, amikor az ilyen Need for Speedben, GTA-ban volt ilyen festések a tuning shopban, nem értettem, hogy ilyen van. Itt van, Amerikával, Kaliforniával, minden van. De amúgy esküszöm szép, csak hát fura ezen az autón. Ezen a 7 méteres pick-up-on. Na, a mai reggelünket az állatorvosnál kezdtük, ugyanis annyira nem múlt Ellie viszketése, meg szörhullása, hogy beadattuk neki ezt a viszketés elleni injekciót. Amúgy ez annyit csinál, hogy nem értek hozzá, de annyit csinál, hogy kikapcsolja most az érzetet, ami a viszketés. Igen, kikapcsolja azt az érzetet. Egy hónapra. Egy hónapra, igen. Nem olyat, ami örök. Igazából nem fogja érezni a viszketést, úgyhogy nem fogja vakarni magát, úgyhogy nem fog kitépni szőrt, úgyhogy nem fog bepirosodni a bőre. Legalábbis remélhetőleg ez mind-mind megoldódik majd most ezzel. És remélhetőleg ez szezonális, tehát most beadattuk, ez jó egy hónapig legalább, úgyhogy mire kijön belőle addigra, meg már nem is fog kelleni. Most érünk haza egyébként, és itt a hős. Egyébként nagyon sokan írtatok így Ellie-vel kapcsolatban, hogy lehet, hogy a kaja. Tök sok tippet, tanácsot adtatok, és nagyon köszönöm, de valószínűleg nem a kaja, mert ugye ő eleve sok mindenre allergiás, tehát nem is eszik csak halas, vagy maximum bárányos tápot, meg jutifalatot, úgyhogy elég nem lehet a kaja. Ezt már így kikísérleteztük az évek során, mert azzal is volt egy körünk az elején, de valószínűleg te a doki is azt mondta, hogy valami környezeti dolog, úgyhogy most ez tényleg remélem, hogy megoldódik. Nézzétek, hogy mi érkezett. Covid tesztek. Csak úgy. Ez most van egy szomszédé, vagy így az államosztogatja? Hát, szerintem ez csak úgy jön, mert itt vannak mellette ilyen... Igen, szóval itt ingyen osztogatják a Covid tesztet. Ami amúgy tök jó. De szerencsére már nem annyira van rá szükség. Ingyen van a Covid teszt, ingyen van az autóporszívó, de a levegőért, amit fújsz a kerékbe, fizetni. Még a levegő is pénzbe kerül. Megdöbbentő tények Amerikáról. Amúgy meg kéne egy ilyen videó. Megdöbbentik. Arra már gyűjtöm, hogy furcsaságok Amerikában. Az van egy pár. Úgyhogy majd arról beszélünk nektek. Meg ilyen mítoszok. Busted American Mythbuster. Ilyen videón is gondolkoztam. Yeah.
Ez a hely Los Angeles legkéresebb metálbárja és rockbárja. Itt volt az összes híres zenekar valaha, és nagyon sok kép van róluk, meg aláírás, stb. És a Lemmy Kilmister itt élt gyakorlatilag. Ott volt mindig Lemmy Kilmister. És itt van a szobrán. Nem izgatott miatt a Joe and the Juice-ban nagyon-nagyon finom kávé van, szerintem ezt már mondtam, és hát most ősszel hozzájuk is megérkezett a Pumpkin Spice, úgyhogy Ari a névnapom alkalmából mi, de nem is ezt rendeltük. Na, igazából csak annyi történt, hogy nem jegesen rendeltem én a Pumpkin Spice lattét, de jegesen kaptam, tudom, nem a világ nagy problémája. Nem véletlenül nem jegesen rendeltem. Igen, ma nincs annyira jó idő, de mindegy, amúgy nagyon jól néznek ki. Egyébként, hogyha jöttök errefele, vagy Angliában is van Joe and the Juice, meg nem tudom még hol, ha ti tudjátok, írjátok meg, mert talán még több helyen is van. Egyrészt szerintem próbáljátok ki, másrészt pedig, ha láttét isztok, akkor azt tejjel és vaníliás tejjel kérjétek fele-felébe, mert nagyon finom. Nagyon jó. Én is kértem ebből is egyébként több vaníliás tejet. Ez a vaníliás tejük, ez nagyon-nagyon jó. De egyébként nem lett így sehol kap. De talán erről már beszéltem blogba. Tudom, mindegy. És van a Joe's, mi a neve? Joe's Signature Sandwich talán, vagy valami ilyesmi. Azt is próbáljátok ki. Most mi azt nem rendeltünk, már $11 azért. De elképesztő finom. És amúgy egy egész nagy szendvics, ezt tudom ajánlani, hogyha errefele jártok, mint jó kávézó. Nagyon jó kávézó még a La La Land is, de lehet, hogy egyébként erről fogok majd egy külön ilyen videót, vagy TikTok videót csinálni, hogy milyen jó kávézók vannak itt LA-be. Már én imádom a kávét, viszont azt a kávét szeretem, ami ilyen édes, szóval ízesített. Ez remélem érdekelni fog titeket, mert én biztos, hogy ilyet videót, szerintem TikTokra, de ha érdekel így YouTube-on is titeket, akkor szóljatok, és akkor így YouTube-ra is megcsinálom, hogy milyen kávézóba érdemes elmenni, ha Los Angelesbe látogattok. Most pedig akkor megisszuk a névnapi kávét. Na, kiment közben Ari dolgozni egy picit az apukájával. Ma van egyébként utoljára itt az apukája, holnap reggel már repül, azt hiszem Nashville-be, ott kezdődik a turné. Ma egyébként itthon fogjuk tölteni így közösen a délután, majd lehet, hogy a Quarry-val fogunk játszani, vagy valamit nézünk, vagy nem tudom. És ezt kaptam még Aritól névnapomra. Fókuszálj! Ide fókuszálj, ne rám! Akkor így mutatom. Tehát egy ilyen utazó méretű parfümöt. A Nest New York Madagaszkár vanilla illatú kis táskába a dobós parfümje. Egyébként ezt már megkaptam pár nappal előbb, de most is azért meg akartam mutatni, mert még nem mutattam. Egyébként ezt az illatot én néztem ki, de Ari megvette nekem a névnapomra, és ami külön tetszik benne, az, hogy ilyen kis golyós megoldás, tehát nem fújni kell, hanem így rá görgeted, ahova akarod, és ez így sokkal kényelmesebb. Ja, és hát nagyon-nagyon édes. Tegyen vanília édes illata van. Én meg ezeket nagyon-nagyon szeretem. Semmi extra nem lesz ma, ettől függetlenül nem is fogok többet vlogolni szerintem, mert így ezt a napot így együtt töltjük. Tudom, hogy így az elmúlt egy hétben nem is nagyon vlogoltam egyébként, csak egy-két helyszínen, amíg ugye itt volt Ari apukája, de hát így együtt voltunk, szóval hát nem vlogoltam, nem. Ha kell szerintem ezt túlmagyarázni, én értitek, hogy miért, de azért így egy ilyen kis montást összeállított nektek, igen, szerintem azt már ezelőtt
a felvétel előtt fogjátok látni. Úgyhogy most ennyi ez a videó, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ebben is, és a legközelebbben találkozunk, addig is nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra, és sziasztok!